Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de 2 ruhadarabot ne vegyenek magukra. Aztán így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonságul ellenük. Azok elmentek, és hirdették az evangéliumot mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Az ember úton lévő lény. Egész életében arra hivatott, hogy útra keljen, állandó kifelé haladásban legyen onnan, ahol tartózkodik. Akkortól kezdve, hogy kijön az anyaméhből, egészen addig, amíg átlép egyik életkorból a másikba. Akkortól kezdve, hogy elhagyja a szülői otthont, egészen addig, amikor elhagyja ezt a földi létezést. Az út olyan metafora, amely feltárja az emberi élet értelmét, egy olyan életét, amely nem elég önmagának, hanem mindig valami többet keres. Szívünk arra hív, hogy menjünk és célba érjünk. Ferenc pápa szavai ezek, amelyeket néhány nappal ezelőtt Genfben mondott. A tanítványait missziós útra küldő mester gondoskodik tanítványairól. Kettesével küldi őket, hogy legyen emberi támaszuk egymásban. De emellett eszköztelenséget is kér tőlük, azt, hogy csak ő legyen társuk az úton. A szeretet kettős parancsának követelményével is szembe fognak így találkozni küldetésük során, amivel Isten és ember iránti elkötelezettségükről tehetnek tanúságot. Mivel ketten egymásra lesznek bízva, akár könnyen megy, akár nehézkes is ez, az örömteli együttléttől az elviselésszerűig tökéletesíthetik a szerest fele barátodat, mint saját magadat gyakorlatát. S mert kiszolgáltatják magukat az eszköztelenség formájában a körülményeknek, a jó és rossz szándékú embereknek, ezzel az Isten mindenek felett való szeretése kerül figyelmükben és értékrendjükben előtérbe, és mint fő parancs is megvalósulhat gyakorlatban, a közösen járt útjukon. És különben is, hogyan szerethetnék Istent, akit nem látnak, ha nem szeretik a másik embert, aki ott él mellettük, akit látnak, jóban, rosszban, együtt haladva vele az úton. A legfontosabb mondat mégis talán az a mai evangéliumban, hogy elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Az üdvösség történet egyik legmeggyőzőbb istenérve éppen az, hogy a sátán mindenfajta törekvése, befolyása ellenére megmaradt és megmarad a hit az egy élő és igaz Istenben, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Mindig nagy volt a kísértés, azaz a gonosz törekvése arra vonatkozóan, hogy ezt megváltoztassa. A történelem folyamán sok kisebb-nagyobb sikert el is könyvelhetett magának. A gonosz ezen sikerei mindig abban álltak és ma is abban állnak, amikor az egymásra bízottak között megrontja a harmóniát, a testvéri egységet, illetve amikor az Isten hit tisztaságát elhomályosítja. Előbbire kiválóan alkalmas az individualista gondolkodás terjedése, az én elsőbsége a te-vel, a mi-vel szemben. Utóbbira pedig például az ezotéria népszerűsége, vagy a torz Isten és emberkép. A sekélyes egyházképről meg már inkább ne is beszéljünk. Az elvilágiasodás meg annyi kísértése és kísérlete, komoly kihívás Krisztus mindenkori küldöttei számára. Küldetésük viszont adott, így előre kell nézni. A Szent Ignáci megkülönböztetés lelkisége, ami hatékony fegyverünk a helytállásért.
a Szentlélek indításainak figyelme, felismerése, annak a gonoszétól való világos és egyértelmű elválasztása és bátor követése. Ennek folyamatában az Isten mindenek fölött való szeretése döntő fontosságú tényező, amint Szent Benedek is megfogalmazza a regulában. Krisztusnak elébe semmit ne tegyetek. Megint Ferenc pápát idézném. Arra kaptunk meghívást, hogy közösen így járjunk. Az út állandó megtérésen, gondolkodásmódunk megújításán keresztül vezet, mert a Szentlélek gondolkodás módjáéhoz alkalmazkodik. A történelem folyamán a keresztények közötti megoszlások gyakran azért történtek, mert a gyökerek közé világias gondolkodásmód szüremkedett. Először saját érdekeikkel törődtek, és csak utána Jézus Krisztuséval. Ezekben a helyzetekben Istennek és az embernek az ellensége játszik könnyedséggel szétszakított minket, mert az irány, amelyet követtünk, a testé volt, nem a léleké. Sőt, a múltban azért vallott szánalmasan kudarcot néhány kísérlet eme szakadások megszüntetésére, mert elsődlegesen világias logikát követtek. Ugyancsak Genfben mondta ezeket a szavakat Ferenc pápa. Krisztus küld minket is egy szekularizált világba. Testvéreket adott mellénk is. Társunkul adott Szentlélekre figyelünk, megmaradunk Isten és a felebarát szeretetében. Amen.